Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy ilyen kis kommentáros videó. Már jó ideje, nem csináltam még, nekem is furcsa itt egymagamba ülni a mikrofon előtt, és nem éppen veletek beszélni, mert ugye mostában elég sokat játszok, hogy úgy mondjak, a TNA tagokkal. Persze inkább azzal a 20 ember, aki általában gyakrabban előfordul azokon a bizonyos játékokon, annak ellenére, hogy ugye hogy nagyjából 100-an, most már több mint 100-an vagyunk ebben a platformban, úgyhogy ha szeretnétek velem vagy a többiekkel játszani, akkor nyugodtan csatlakozzatok, hogyha látjátok, hogy játszok. Hogy kell csatlakozni, rámész a platunokra, és megnézed, hogy éppen ki játszanak, ráhúzod az egeret a kis ikonocskájukra, és látni fogod a neveket, ki TNA tag, és igen, hogyha látjátok, hogy egy TNA tag játszik, és éppen olyan játékmódban van, amit ti is preferáltok, akkor csatlakozzatok utána, mert csapatban jó móka lenni. Nos, viszont a mostani videó, hogy úgy mondjam, nem biztos, hogy éppen a csapatról szól, hogy együtt játszik, mi van akkor, hogyha együtt játszik például ezt a Conquest játékot, és egyedül játszott, bocsánat, ezt a Conquest játékot, és egyedül kell megfelelned, és egyedül kell gyakorlatilag emeled a saját játékod élvezetén. Néhány jó tipp erre a dologra. A videó maga nem újdonság, és nem mond, talán nem mond semmi újat. Annak, aki látta, vagy követi level cap-et a külföldiek közül, ő már rakott fel a hasonló témában egy videót, úgyhogy ez a videó annak a lefordítása, és annak, aki nem látta azt a bizonyos videót, akkor íme néhány jó tipp Conquest ez, hogyha egyedül játsszuk azt a bizonyos Battlefield játékot. A másik pedig, hogy minél többet játszom mostanában veletek, annál inkább szükségét érzem, hogy végre már én is beszéljek erről, mert már jó ide akarok beszélni erről a témáról, csak mindig veletek játszok. Jó kifogás, ugye kifogások, de már jó ide tényleg beszélni kéne erről a videó, és most, hogy azért többet játszom veletek, annál inkább aktuálisnak látom ezt a dolgot. Nos, akkor jön talán az első dolog, ami meg kell csinálni Conquesten belül ahhoz, hogy egyrészt emeljük a saját élvezeti színvonalunkat, emeljük a csapatunk játékát, saját magunk játékát, a squadunkat, segítsek. Nem az elejétől láthatjátok ezt a játékot, amit konkrétan itt néztek, de amint beléptem az elején, az első dolgom az volt, hogy keresek egy olyan squadot, amiben négyen vannak, hogy én legyek az ötödik. Láttam, hogy vannak inginérek, van egy supportos fickó, úgyhogy én is hoztam magamnak egy supportot, egyrészt nem, hogy csak a saját squadomat ellássam lőszerrel, hanem azokat is, akik esetleg a környékemen vannak. És itt van például ez a bizonyos D pont. Aki figyelte a játékot az elejétől, ennek a D pontnak a támadása szinte egyedül indult, és minden esetben, ahányszor látjátok, hogy ide visszajövök, mindannyi esetben sikerült elfoglalnunk, és az ellenfélnek is sikerült visszafoglalniuk, de minden támadás az elején szinte abból indult, hogy én elindultam arra bizonyos pont felé. Ezzel ugye adva a társaimnak egy lehetőséget, hogy rám spőjönök és segítsenek nekem, amit ők azért rendesen ki is használtak, amit itt is láthatjátok, már helyből bejöttek hárman, az a bizonyos pont, és amikor legelőször kezdtem el foglalni a D-t, akkor is gyakorlatilag egyedül jöttem, és itt figyeljetek meg már mennyien lettünk, amint kék lett a D, rögtön spawnoltak társak, és stb. És utána igyekeztünk volna átmenni C-re és E-re, de viszont nekem van egy nagyon jó kis stratégiám saját magam számára a Conquest-nél pontokon belül, én addig nem megyek el egy ponttól, amíg az nem tiszta ebből a bizonyos szempontból, úgyhogy mindig szerezni ott még egy-két killt és egy-két plusz több pontot, hogyha ott maradunk az adott pontnál és meggyőződünk, hogy az az adott pont, mint nálunk itt a D tiszta maradt, de nem volt tiszta, úgyhogy folyamatosan vissza kellett térni az a bizonyos D-hez. És ugye netán ahonnan kívülre spawnolnak az ellenfelek őket kilőni. Úgyhogy az első szisztéma a spawn. Keresd meg azt a squadot, amelyik a legtöbben van, spawnolj oda be és játsz velük együtt, netán indíts meg egy-két támadást. Hova indíts meg támadást, az egy másik dolog. Viszont mielőtt arra rátérnék, hogyha látod, hogy a squadod nem éppen egy olyan összjátékozó squad, engedd meg magadnak azt a luxust, hogy squadot változz tehát. Ne az van, hogy én most pedig itt maradok, nem, váltsál squadot, keresd meg azt a squadot, ami éppen úgy látod, hogy egy kicsit mozgékonyabb, aktívabb a pályán. A következő az, hogyan tudod elősegíteni a squadodat, vagy a csapatodat a játékban. A megfelelő spawnnal természetesen. Ha látod, hogy az ellenfél foglal egy adott pontot, nem biztos, hogy jó ötlet, ha te magad oda spawnolsz netán egyedül vagy egymagadba egy társadal, amikor mondjuk 5-6-an az ellenfelek közül foglalják azt a bizonyos adott pontot. Úgyhogy igyekezzél olyan helyre spawnolni, ami mondjuk a te faktorod, a te nyereségi faktorod felé áll tulajdonképpen.
Nos, a következő dolog, ami fontos, és itt láthatjátok, tanulj meg járműveket vezetni. Nem azt mondom, hogy légy pró bennük, de tanulj meg járműveket vezetni. Miért kell megtanulni járműveket vezetni? Mert ugye a járművek, mint olyan maguk, egy nagyon jó támadást tudnak levezényelni. Amint láthatjátok itt Golf of Oman, a külső pontok, gyakorlatilag ugye két része van osztva a pálya, aki ismeri a pályát, külső pontok mind az ellenfél kezében vannak. Az első dolgom az volt, puf, beszállok egy tankba, és azonnal elkezdek rá támadni azokra a bizonyos külső pontokra, hogy sikerüljön azokat is elfoglalni. Hál' Istennek volt egy nagyon jó lövészem. Miért volt egy nagyon jó lövészem? Az előző játékban, amit itt nem láthattok, egy nagyon jó tankmenetet sikerült futni, és ez a Godi srác, nem tudom, hogy ismeri engem, vagy nem ismerem őt, de lényeg az, hogy nagyon rám tapadt ebből a szempontból, látta, hogy nekem jól megy a tankba, ezért mindig ott volt mellettem a tankba, javított és lőtt nekem. És amit láthatjátok, most arra a kék pöttyöket, nem vágtam össze, illetve összevágtam nektek, hogy gyorsabb és látványosabb legyen az egész, de amit láthatjátok, most arra a kék pöttyök, a piros pöttyök azért bekékültek, úgyhogy nagyon jól sikerült levezetni ezzel a bizonyos egy tankkal azt a támadást, és mindig előrehozni a tank segítségével a csapatomat, úgyhogy hogyha tankba vagy, a lavba vagy, bármiben vagy, ne félj előre törni azzal a bizonyos járművel, hogy ezzel segítsd a csapatod nyomulását előre, mert hogyha hátulról játszol, és gyakorlatilag nagyon stratéga akarsz lenni, és hátulról lövöd ki a dolgokat, akkor gyakorlatilag a csapatot fogja átvenni ezt a nyomulós szerepet, és ezzel előled elvéve gyakorlatilag azokat a bizonyos pontokat, killeket, és nem beszélve arról a bizonyos élvezeti faktorról, mert nem mindegy, amikor te vezeted azt a tankot, és te vezeted bele a támadásba azt a csapatot, és tisztítod meg nekik a terepet, és addig sokuk jönnek, és elfoglalják, és te már masszív mennyiségű ponttal leszel gazdagabb, úgyhogy onnantól kezdve ugye a part már a miénk volt gyakorlatilag, és szépen az onnan érkező neten hajókat, bármiket ki lehetett szedni. Úgyhogy erre kell még gondolni, tehát ha nem vagy jó járművel, legyél jó járművel. Mert sokszor az van, hogy ha egyedül játszunk, instant akcióra vágyunk, ezért gyorsan megnézzük, hova lehet bespawnolni, hol lövöldöznek, nagyon puff, bespawnolunk, lelőnek minket, mert ott túl nagy az akció. De ha látod, hogy ott van hátul az a bizonyos jármű, az a bizonyos tank, az a bizonyos lav, akkor ne légy lusta bespawnolni abba a lavba, és elhozni előre, és azzal nyomulni a csapattársaiddal, mert akkor masszív pontokat tudsz szerezni magadnak, a csapatodnak tudok segíteni a támadás, főleg ha a csapatod vesztésre áll. A következő dolog, ami jó, tanulj meg repülni. Igen, azért mondom, hogy tanulj meg repülni, mert ezek olyan dolgok, amik egy Conquestben elengedhetetlen dolgok, mert ugye rengeteg a jármű, és az nem hiába van kitalálva az jármű, a járművek segítségével masszív előhöz tudod juttatni a csapatodat, úgyhogy mindig gondolj arra, hogy tanulj meg repülni, nem nagy dolog. Hál' Istennek a Battlefield 4-ben van egy gyakorló pálya, az a neve, hogy Test Range, azt elindítod, és beszállhatsz a helikopterbe, beszállhatsz a jetbe, és megtanulhatod használni. Nem csak a Little Birdről van szó, a Little Bird egy nagyon jó dolog, de például ott van a Transport helikopter, ami mostanra egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó jármű lett, és hogyha jól tudod vezetni, és van két lövészed, hihetetlenül tudtok dominálni a pályán, és uralni a pályát, és főleg akkor, hogyha már egy kicsit belőttél a helikopter lövészedbe, és a két lövészed pedig jó. A másik az, hogy legyél jó lövész, tehát hogy egy helikopterben ülsz, vagy beszvonulsz egy attack chopperben, valami, igyekezz megtanulni az alapfogásokat, hogy kezdjél jobb lenni. Miért kell megtanulni azokat a bizonyos alapfogásokat? Mert már az egy előnyhöz juttat a játékosok 80%-ával szembe, hogyha már megtanulod az összes járművet, megtanulsz repülni legalább az alapokat. Már az játékosok feletti legalább 80%-os előnyhöz juttat. És úgy nézzétek, ugye már láthatok sok helis videómat, és stb. Nem vagyok pro helikopter, és ismerek emberek, ezek sokkal jobbak, mint én a helikopterben, de azzal, hogy már megtanultam az alapokat, és megtanultam a különböző egyszerűbb fogásokat, már azzal hatalmas előnyhöz juttatom magamat a legtöbb játékoshoz szemben. Mert hogyha például csak gyalogos vagy, és ahhoz értesz, csak a lövészhez értesz, Battlefield Conquesten belül igen limitáltak lesznek a határaid, és nem nagyon fogsz tudni érvényesülni ezen a pályán, úgyhogy egyik dolog, tanulj meg tankot, tanulj meg repülni, tanulj meg hajózni, és tanulj meg azokat az alap dolgokat, amivel a játékosok
zöméhez, egy előnyhöz juthatsz. Ha tudom, hogy nem, például nem egyszerű ugye, egy jetet vezetni, de legalább az alapokat, hogy hogyan kell irányítani, lőni, azokat nem nehéz megtenni, és érdemes megtenni ahhoz, hogy előnyhöz juttasd a csapatodat, főleg akkor, hogyha vesztésre álltok, ugye, akkor igenis ülj be abba a tankba, ülj be abba a jetbe, és nyerjetek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!